Jó napot kívánunk, és sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki csatlakozik ehhez a beszélgetéshez, mert többen is jelezték, hogy várták a beszélgetést. Volt egy pici technikai problémánk, és most megpróbáljuk újra elindítani a beszélgetést, illetve hát úgy, hogy önök is lássák a közvetítést. A mai témánk az, hogy a koronavírus, illetve a vakcina gyártás körüli sok-sok hír hogyan hatott az oltásellenességre, az oltásellenes mozgalomra úgy általában. Erről a kérdésről több szempontból is fogunk beszélgetni, több megközelítésre, de először is megkérem Krekó Péter, a Political Capital igazgatóját, hogy az ebben a témakörben végzett kutatásukat ismertesse. Péter, tiéd a szó. Köszönöm a Lindemár kis dézsebű érzéssel, és nagyon szépen köszönöm meghívott előadóinknak is, hogy vállalták ezt a beszélgetést, és elnézést kérünk mindenkitől a technikai problémákért. Dominik Isztráte kollégámmal írtunk egy elemzést a Political Capital blogjára, ahol alapvetően azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy az oltásellenességre, mint mozgalomra hogyan hat maga a koronavírus. Miért tartottuk ezt fontosnak? Nagyon sok olyan vélemény jelent meg a magyar sajtóban is egyébként, hogy a koronavírus az elhozza majd a vakcinaellenes mozgalomnak a halálát, mert hogy nincs olyan pillanat a világtörténelemben, az utóbbi időszakban, amikor ne tapasztalnánk azt jobban, hogy mennyire szükségünk lenne egy vakcinára, és ők meg milyen csöndben vannak, hát az a helyzet, hogy nincsenek csöndben. És azt látjuk, hogy pont ennek az ellenkezője történik. A koronavírus az inkább lökést adott az oltásellenes mozgalmaknak, illetve az oltásellenes ilyen influencereknek, orvosi influencereknek, mert sokszor ők is olyan orvosi diplomával terjesztik a hát megkérdőjelezhető gondolataikat. És hát egyrészt ugyebár van az a kérdés, amit így retorikailag feltesznek az oltásellenesek most, hogy hát hol van a ti csodaszeretek, hol van a vakcina, amire azt mondjátok, hogy mindig meg tud minket menteni, és hát nincsen sehol. Másrészt, amikor gyakoriak ezek az egészségügyi szorongások, és nagyon széleskörűek a társadalomban, akkor nyilván ezeket könnyű kiaknázni, és ha valaki fél a koronavírustól, akkor ezt a félelmet könnyebb átvinni egymás, valahogy mégiscsak az egészségügyhez kapcsolódó témára, és harmadrészt pedig ugyebár itt van egy konkrét kapcsolat is. Azt láttuk az európai közönkutatásokban, hogy nagyon széleskörűek azok a félelmek a lakosságban, hogy ha lesz új vakcina, akkor azzal beoltathassuk-e magunkat, és hát tényleg vannak olyan országok, a Svájc, ahol mondjuk 40% körül van azoknak az aránya, akik ezt el tudják egyáltalán képzelni. És én azt gondolom, hogy ez a koronavírus egy következő fázisában, amikor lesz vakcina, és amikor ez széles körben hozzáférhetővé válik, ez nagyon komoly egészségügyi kockázatot jelent majd. Mi az elemzésben foglalkoztunk még sokat, amiről talán fogunk még beszélni, ezekkel a szereplőkkel, a Facebookos és általában a közösségi média hálózattal, ami az oltásellenes és a koronavírus szkeptikus gondolatokat terjeszt, ezek nagyon széles körben átfednek, úgyhogy ezt kezdetben ennyit mondanék erről a témáról, és majd még úgyis ennek különböző aspektusait itt megbeszéljük. Igen, még nagyon sok kérdés vonatkozhat meg ezekre a most felvetett témákra, de azért ez egy jó téma, hogy hol van a vakcina, hogy nem abból indul a teljes bizonytalanság, hogy annyi hírt hallottunk erről a vakcináról, vagy én magam, amelyik követtem, hogy hetente előkerült egy-egy hír, hogy mindjárt megvan a vakcina, már nem tudom, hogy gyárták, különböző nemzetek gyártják, és így tovább, és hát nincs meg a vakcina. Szóval, hogy aki egy átlag hírfogyasztó, az ebből azt érzékeli, hogy most vagy egy politikai verseny zajlik, vagy egy gazdasági verseny zajlik, vagy nem tudjuk, mi zajlik pontosan a vakcinapiacon. Tehát hol a vakcina, és megoldás lesz egyáltalán a helyzetre. És most talán Kemenesi Gábor szólítom, aki a Pécsi Természettudományi Egyetem adjunktusa. A vakcina kérdéskör ugye alapvetően egy óriási fegyvertény egy járványban. És szoktam mondani, hogy az visszaadja bizonyos mértékben a kormányt a kezünkbe, ha van már működő vakcina. Az emberek fejében a problémát talán az okozza, hogy nagyon sok ilyen projekt van a világon, most már több mint 160 értelmezhető vakcina projektet tartanak számon a világon, ez nagyon sok. Minden eddiginél sokkal több. Ez többféle technológiára épül, és láthatjuk, hogy nagyon sok olyan információ megy ki a köztudatba, ami vagy korai, vagy nem megfelelően kidolgozottan kerül ki a köztudatba, az emberek sokszor félreértelmezik, és érthető módon az emberekbe zavart kell. Sőt, sokszor még szakértőkben is zavart kell, hogy akkor most októberre, vagy nyárra, vagy januárra lesz vakcina. Erre szoktam azt mondani, és ezt sem fog megnyugtatni senkit, a tudomány rendkívül jól halad ebben a kérdéskörben. Iszonyú pénz és erőforrás áramlik most a vakcina fejlesztésekbe,
És ez bizonyos mértékben meg is válaszolja azt, hogy miért lehet most sokkal gyorsabb, mint annak idején bármilyen más vakcina. Részben pedig azért is lehet gyorsabb, mert bizonyos vakcinatesztelési fázisokat összesűrítenek egymásra tolnak, hogy még gyorsabb legyen a vakcinának az elérhetősége. Ez nem megy a biztonságosság rovására, viszont stratégiailag jóval meggyorsítja, és ez megint csak annak tudható be, hogy kényszerből most sokkal több pénz áramlik ebbe, állami gyógyszeripari cégek pénze, ez folyamatosan megy a vakcinafejlesztésbe. De abban segíts, hogy ugye sokan mondják, és most tényleg nem azokról a meggyőződéses oltáselenesekről beszélünk, akik így se úgy se adatnának be egy ilyen vakcinát, hanem azokról, akik alapvetően nem oltáselenesek, beadatják a kötelező oltásokat, de mégis azt mondják, hogy annyi a bizonytalanság, hogy majd ha előkerül egy hitelesnek tűnő vakcina, akkor sem biztos, hogy beadatom, mert tartok az összetevőtől és a gyorsosságától. Tehát azt próbáld megértetni, mert tudományos szempontból, hogy általában mennyi ideig tart egy vakcina, vagy egy gyógyszer a kutatási fázistól a boltok polcaig, vagy hát a patikák polcaig, és ez esetben mit tud annyira felgyorsulni, hogy ennyivel gyorsabb tud lenni. Jó, tisztába tesszük a dolgot. Legyen két nagy fázis, amire bontatjuk. Van az a fázis, amit azok a kutatók csinálnak, mint én is például, a laboratóriumban elzárva az elefántcsontoronyban bizonyos vizsgálatokat végeznek valamilyen vakcina jelöltel. Ez magába foglal ilyen flaskás kísérleteket, állatkísérleteket, nagyon sokféle vizsgálatot, és egy jól átlátható, jól működő vakcinafejlesztést általában ebben a fázisban több labor végez. És akkor megadtam már egy lökést arra vonatkozóan, hogy miért lehet ez nagyon gyors, már a koronavírus járvány előtt létrejöttek olyan szövetségek, amik pontosan azt célozták, hogy ha majd jön egy olyan járvány, mint a mostani, akkor nagyon sok labor már le legyen osztva bizonyos munkafázis bizonyos laborokba, és ne kelljen az, hogy egy labornak kelljen folyamatosan fejleszteni, folyamatosan pénzt szerezni, és egy helyben megcsinálni egy fejlesztést, hanem le vannak osztva a munkafázisok. Ez nagyon gyors tudott emiatt lenni. Ez az első etap. Van egy vakcina jelöltöm, amit laboratóriumban, állatokon, különféle kísérleteken azt mondom, hogy ez hatásos lehet. Innentől megy a klinikai fázisba, ezt már klinikusok végzik, ez szól arról, hogy vajon emberbe beadva a dózis milyen mértékben megfelelő, mekkora jó dózis, kivált-e immunválaszt az emberbe, milyen válaszreakciókat vált ki biztonságos, ennek van három fázisa, és ez a végső klinikai fázis három, amiről most már legalább annyian hallottak, mint az R0 értékről, ez úgymond a kifutó pályája ennek, és ez az, ami a legtöbb időt szokta felemészteni. Itt már több tízezer emberről van szó, akiket úgymond az utcára engedve, beoltva vagy placebót kapva kiengednek, és megnézik hosszú távon, hogy ez vajon ez a vakcina megvédte őket, esetleg előjött olyan nagyon ritka esetben előjövő mellékhatás, amiről nem lehetett tudni meg az előtte való vizsgálatokat, ez egy nagyon fontos fázis ez is. Most ezeket a fázisokat egyrészt részben egymásra lehetett fedni, ugye az első fázis, a laboratóriumi fázis, az most már érthető, hogy miért volt nagyon gyors. Ezek pedig, ez hogy tud felgyorsulni? Ez úgy tud felgyorsulni, hogy a klinikai fázis 1-2-t is részben egymásra lehet csúsztatni, és a 3-at is meg lehet olyan szempontból oldani, hogy mondjuk nem két évig nézem a hatásosságot, hanem mondjuk azt mondom, hogy 6 hónapig, vagy egy másik mozgalom most, vagy egy másik útvonal, ami elindult, egyelőre ez ilyen tárgyalási úton van, hogy önkénteseket beoltani. Méghozzá olyan szempontból beoltani, hogy utána direkt módon megfertőzik koronavírussal. Ugye az előbb arról beszéltem, hogy a klinikai fázis 3 arról szól, hogy kapok egy vakcinát vagy egy placebót, kimegyek az utcára, és majd valamikor elkapom a vírust, és megnézzük, hogy vajon védett voltam. Ezeket az embereket folyamatosan követni kell, azt a 10-20-30-50 ezer ember. Most ha ezt ténylegesen meg akarjuk gyorsítani, ez most egy másik út, ami egyébként nagyon lebeg a levegőben, hogy valamilyen szinten el fog indulni, hogy önkénteseket beoltunk, vagy vakcinával, vagy nem vakcinával, és direkt módon fertőznek, ez még kérdéses, de nagyon sok ponton lehet gyorsítani, és a legfontosabb, és ez gyorsít rajta a legtöbbet, mert amikor megvan a fázis 3 után egy vakcina, akkor ezt meg el kell gyártani. Ott meg a papírmunkát, a licencet, a gyártósorokat, mindeneket fel kell építeni, és ez az, amiben iszonyú pénzt pumpált az amerikai állam, az Európai Unió, nagyon sok nagy gazdag állam, hogy azok a gyártósorok már akkor fölépüljenek, amik majd a vakcinát le tudják nagy számban gyártani, miközben mondjuk tart a fázis 3 klinikai vizsgálat. Ha ott kiderül, hogy ez rossz, akkor megy a kukába az egész. Hát azzal együtt, hogy teljesen világos, amit mondasz, két kérdés még felmerül bennem, de itt azért ezt már Prinz Julának is címzem, aki a Duna Medical Center belgyógyász, infektológus, örülök, hogy itt van. Szóval, hogy amellett, hogy felgyorsul a fázis, egyrészt nem kockázatosabb-e, tehát hogy talán kevésbé megalapozottan tér át a kutatás egyik fázisról a másikra, és a másik, hogy ez biztos, hogy mindenkinek azonnal a fülében ott visszhangzik, hogy 6 hónap vagy 2 év. Hogy megvárjuk a hatásokat. Azért az nem mindegy, vagy igen? Itt stratégiáról van szó. Tehát nem mindegy, hogy milyen eloszlásban, hány embert, hogy vizsgálok, meddig követek, ezt lehet felgyorsítani. De ez megint pénzről szól. Tehát az, hogy én összetoborozok 50 embert 3 országban,
ez iszonyú pénz. Tehát az, hogy amikor arról beszélünk, hogy valamikor fejlesztettek egy vakcinát 5 évig, és most fejlesztünk egy vakcinát másfél évig, most sokkal több pénz van erre is. Nem csak a laboratóriumi kutató részre, hanem arra, hogy toborozzak, vizsgálatokat csinálják. Nagyon sok labornak jut most pénz arra, hogy ezekbe befolyik. Ez iszonyú módon gyorsít rajta. Az a kérdésem, hogy azért az, hogy beoltanak mondjuk engem, mert önkéntes vagyok, stb. És akkor az azért nem mindegy, hogy 6 hónapig figyelnek engem, vagy 2 évig figyelnek. Igen, ez egy nagyon, itt két dolog van. Egyrészt az, hogy nagyon sokféle vakcina technológia van most fejlesztés alatt. Ezek eltérő technológiák. Vannak olyan is, amikből még nincs licenszált vakcina, ezek a bizonyos nukleáris alapú vakcinák. Ugyanakkor ezek is előre haladott állapotba kerültek már. A másik pedig az, hogy valami megalapozottan biztonságos fázis 1-2-ben, az ténylegesen megalapozottan biztonságos, és most ne az orosz vakcináról beszélünk, amiről semmit nem tudunk egyébként. Ha valami megalapozottan biztonságos, az azt jelenti, hogy ezt egy nyilvánosan elérhető tudományos publikációban, amit független tudósok referáltak, ezt publikálják. Ezt a tudós társadalom látja, tudja véleményezni, ez egy nyílt dolog, tehát itt nincs titkolódzás, nincs olyan, hogy igen, hatott az állatokon, de nem mondom meg, hogy hogy. Itt nagyon részletesen le van írva a kísérlet olyan szempontig, hogy bárki meg tudja azt ismételni, akinek van rá kapacitása. Tehát ez egy komoly, független felügyeletet jelent a tudományban. Egyébként a tudomány így működik, és a vakcinával is ugyanígy működik. Tehát azok a vakcinák, amiket komolyan lehet venni, azok rendelkeznek ezekkel a publikációkkal. És ezeknél a fázisoknál, akármennyire is tűnik rövidnek, kibuknak azok a mellékhatások, de ezt majd a doktor úgy jobban el tudja mondani, amik egyébként gondot jelenthetnek, az pedig most, hogy 6 hónap vagy másfél év, az egyszerűen stratégia. Tehát ha több pénz van, gyorsabban tudok több pénzzel, több embert toborozni, nagyobb pénz van arra is, hogy ezeket utána kövessem. Ezeknek az embereknek a vérét folyamatosan vizsgálni kell, folyamatosan monitorozni kell. És az mindegy, hogy 6 hónap vagy másfél évig tesszük? Igen. Tehát itt tulajdonképpen tényleg stratégiáról van szó. A vakcina esetében az első kérdés az, hogy a betegnek lesz-e ellenanyaga a vírussal szemben. Ennek ugye van, az szerintem a laikusok által is ismert úgynevezett IgM és IgG típusú ellenanyag, de ez még mindig nem elég annak a kimondására, hogyha nekem a véremben megjelent egy IgG vagy egy IgM típusú ellenanyag, az védem is fog. Ez követi azt, hogy szintén fejlett laboratóriumokban meg tudják nézni, hogy a betegnek a vére gátolja-e a vírus növekedést kísérleti körülmények között. Ez egy következő fázis. És utána még a úgynevezett memória sejteknek a vizsgálata is szükséges, amelyik azt mutatná ki, hogy az embernek a úgynevezett T-sejtjei, tehát a memória sejtjei, azok meddig fognak védeni, és ezek megjelentek-e egy adott védőoltással kapcsolatban. Na most itt nagyon sok kérdőjel van, hiszen tudjuk azt, hogy például az enyhe betegségen átesett, vagy tünetmentes emberek, akik mégiscsak COVID-19 pozitívak voltak, azok nincsen ellenanyaga, vagy kimutatható ellenanyaga. Akkor ott van a kérdőjel, vagy a kérdések, amik avval kapcsolatosak, hogy ugye tudjuk azt, hogy hat nem súlyos betegséget okozó koronavírus van, amikkel minden télen egy csomóan átesnek, és ezeknek nincsen tartós védelme az adott koronavírus ellen, bár ezeket a mélyen nem tanulmányoztuk eddig, de tulajdonképpen a tapasztalatok azt mutatják, hogy végezünk be ezt a náthát okozó közönséges COVID-vírusokat, koronavírusokon simán át lehet enni. Ugyanak a másik oldalon van az, hogy a közel-keleti koronavírus ellen, ami súlyos kórképet okozott, azoknál most már vannak utóvizsgálatok, amiből azt tudjuk, hogy 4-5 év múlva is van az illetőknek ellenanyaga a MERS-CoV ellen. Tehát persze, nagyon-nagyon sok kérdőjel van. Nyilvánvaló az, hogy egyébként a hármas fázisban, vagy a kettes-hármas fázisban először azt nézik, hogy magának a beadott oltásnak milyen az oltási reakciója. Tehát mennyire fog fájni a vállam tőle, mennyire leszek lázas. Na, ha ezeket enyhének találják, akkor megbízhatónak mondják ilyen szempontból a kifejlesztett védőoltást, de utána jönnek azok akár a kísérő vagy ivőanyagokkal kapcsolatos reakciók,
amikről majd, amikor 30 ezer beteget beoltottunk, és rendesen dokumentáltuk az összes eseményét a védőoltásnak, és valószínűleg azért 6 hónap elegendő lesz arra, hogy azokat a reakciókat, amiktől esetleg ki kell szűrnünk, mielőtt a két nagy, az európai és az amerikai hatóság engedélyezi ezeknek az oltásoknak a piacra dobását, ezek már dokumentálva lesznek. De most volt az, bocsánat, tehát, hogy lehet, hogy én lemaradtam, de hogy van már olyan vakcina, ami ebben a 3-as fázisban van? Jelenleg azt hiszem 5 vakcinával, vagy legalábbis 2-vel biztosan tudom, hogy 30 ezer főt céloztak meg, hogy megcsinálják ezeket a 2-ös vak kísérleteket. De utána még van egy következő buktató, ami engem is személy szerint engem nagyon-nagyon izgat, hogy mindent tudunk-e a koronavírus és a betegek genetikai viszonyáról. Tehát például a korai fázisban az is felmerült, hogy az a fehérje, amit leginkább szeretnénk védőoltásban felhasználni, az nem fog-e bizonyos embereknél a koronavírusra hasonló reakciót kiváltani. Tehát ez is ki fog derülni ezekből a vizsgálatokból. Nyilvánvaló, hogyha megbízható védőoltások lesznek, azt el kell fogadjuk, hogy azok megbízhatóak. Ez nagyon fontos, hogy bocsánat, ez idáig menni pillanatra. Tehát, hogy mert egy csomó bizonytalanság van abban is, amit ön mond, vagy még vannak kérdései a témában, de azért az kijelenthető, hogy ha a piacra engednek egy vakcinát, akkor az megbízható lesz, ezzel együtt történt. A minden gyógyszer kipróbálásnál, minden gyógyszernél kiderülnek, amikor már százezrek kapják, vagy millióan kapják a gyógyszert, hogy vannak mégiscsak olyan bizonytalan, vagy mellékhatások, amit előre nem lehetett kiszámítani a 30 ezer emberen. Uh-huh. Amit 60 ezeren, vagy 100 ezer emberen, vagy a 100 000. Betegen meg fognak találni. De ez nem rengetheti meg a bizalmunkat abban, hogyha az FDA és az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi valamelyik vakcinának a piacra dobását, hogy ilyen szempontból kérdőjeleink legyenek. Az a kérdőjel, hogy az emberekben abszolút végig meg lesz, hogy egy ilyen betegségben beoltatom-e magamat, az nem erre szabadna, hogy vonatkozzon. Tehát az megint egy egész más kérdés. Van valami, amit Gábor mondott, és nagyon érdekel Zsolt véleménye erről. Ugye azt mondta, hogy nagyon korán kerültek ki, nagyon sok információ túl korán került ki, és azért a koronavírus kapcsán, a terjedése kapcsán nagyon sok kritika érte a magyar médiát, hogy pánikot kelt gyakorlatilag, és nem csak a magyar médiát, csak azért arról beszélek, mert itt van közöttünk. Hanula Zsolt újságíró, az volt, vagyis hát az általunk még ismert Index újságírója volt, és az engem nagyon érdekel, hogy ugye te nagyon sokat foglalkozol tudományos kérdésekkel, hogy ebben a helyzetben az ember mit csinál, mert ugye van egy hírverseny, amire reagálni kell, közben van egy ilyen felelősség, hogy a túl korán kikerült információt, miután megcáfolják, az bizonytalanságot és pánikot kelthet. Szóval neked például mi volt a policy, a protokollod ebben az időszakban? Az a helyzet, hogy a magyar média, az egész média egy borzasztó csapda helyzetbe került az egész koronavírus járvány kapcsán. Méghozzá abban, hogy a tudomány ugye nem úgy működik, hogy amit mond, az ilyen márványban vésett szemlélés, hanem úgy működik, hogy ha valamit mond, akkor az abban a pillanatban rendelkezésre álló adatokból levonható következtetés. Ez általában nem gond a média számára, mert ami már a médiába kijut, tudományos eredmény, az már olyan tanulmányok alapján készül, ami már átmegy a peer review rendszeren, ami mögött egy tudományos konszenzus van. És akkor jött a koronavírus, ami ugye egy óriási nagy hatású és nagyon-nagyon friss dolog. És itt... Beszélj hangosabban. Hangosabban beszélek. És itt egyszerűen azt tudtuk csak mondani, amit éppen a tudósok, a virológusok, a WHO mond. Akik itt velünk egy vagy, hát szóval ők gondolkodtak, mi csak követtünk. És itt futottunk bele abba, hogy amikor a WHO az éppen rendelkezésre álló adatok alapján azt mondta, hogy a maszk használat az
szabadtéren kell, másnap azt mondta, hogy zárt téren is kell, hogy a házilag készített maszk többet árt, mint használ, hogy ezerféle dolgot hallottunk a lehető leghivatalosabb forrásból. Itt a média, az egyszerű újságíró nem teheti meg azt, hogy felülbírálja a WHO-t, aki nyilván sokkal jobban ért hozzá, azt tudjuk tenni, hogy leírjuk, amit őt mondanak. És mivel a média fogyasztója, az egyszerű olvasó, az márványba vésett kinyilatkoztatásokat vár, azt várja, hogy amit elolvas, az 1 000 000% eséllyel úgy is van, ezért bármit is írunk, azt írjuk, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy arra van a legnagyobb esély, hogy ezt az olvasó, ez erre vak. Ő azt fogja olvasni, hogy ez van. És amikor másnap teljesen máshol olvassa azt, hogy ez van, és harmadnap megint teljesen más. Legjobb példa a szegény Merkeli Béla, akinek a mikor lesz a második hullám nyilatkozataiból, a Semmelweisnek a rektora, hát ebből lassan egy ilyen zenés megamixet lehetne összerakni, annyiféle dolgot mondott már róla. Mindegyiket teljesen jó szándékkal mondta, mert akkor éppen úgy nézett ki, hogy akkor lesz. De ilyenkor mi a megoldás? Nem beszélni, amíg valami nem biztos? Vagy nyilvánosan kell gondolkodni? Erre megoldás igazából az lenne, hogyha az emberek tudnák, hogy amit olvasnak az újságban, azt hogyan kell értelmezni. Hogyha oda van írva, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy, akkor azt nem úgy értelmezni, hogy már pedig ez így van. Az a viszont ez évtizedeknek az oktatási melója lenne, amíg eddig elérünk, amire jelenleg ugye nincsen se idő, se energia, és hát nem tudom, hogy mennyire reális ez, hiszen egy irtózatos ellenszél lenne. Ráadásul most, amiről beszéltem, ez csak a valódi média, aminek tényleg az a célja, hogy tájékoztasson, és nem az a célja, hogy egyszerűen a pánikhelyzetet kihasználva a kattintásokat és azon keresztül reklámbevételt generáljon. Márpedig ezek a kamu oldalak, ezek mindenféle ilyen dilemmától mentesen simán leírnak bármit, hogy bármit, ami erős érzelmeket mozgat meg az olvasóban. Tehát ugye főleg a járvány elején voltak ilyen hírek, hogy Budapestet karantén alá fogják venni, vagy le fogják zárni, hogy XY városban rettenetes gócok alakultak ki. Ezeknek iszonyatos olvasottságaik voltak, nyilván, hát rákattint az ember az ilyenre, persze. És ezzel nem lehet mit csinálni. Tehát az ember az egyszerűen így működik, hogyha olyasmit olvas, ami benne erős érzelmeket mozgat meg, akkor arra rákattint, azt elolvassa, azt megosztja teljesen jó szándékkal, hogy figyelmeztesse. Igen, de azon gondolkozom, hogy ebben a bizonytalan helyzetben, ami kialakult, a legjobb szándék szerint is, tehát a hírfogyasztók azért folyamatosan olvastak át, és annak az ellenkezőjét is, hogy két válasz létezik. Az egyik az, hogy a hiteles forrást keresem, hiszen tudni akarom, hogy valójában mi történik, és akkor szakértőket akarok hallani. A másik az, hogy elengedem, és akkor jönnek valószínűleg a konteók. De milyen konteók lettek most ebben a témában, vagy mi a legnépszerűbb konteó? Ott folytatnám még egy kicsit, ahol a Zsolt abba hagyta a szóbeszédeknek és az összeesküvés elméleteknek a szakirodalma általában azt szokta mondani, hogy azok a helyzetek kedveznek az ilyen konteók létrejöttének, mint például az, hogy igazából ez az egész ez csak a gyógyszeriparnak az ármánya, és ők akarnak rajta sok pénzt keresni, vagy Bill Gates ki akarja írtani a lakosságot, vagy mikrocsipet akarnak belénk ültetni, és ezek nagyon vad elméletnek hallatszanak, de nagyon széles táboruk van ezeknek, és vannak csak, mondom, ezek a finomabb, ilyen könnyen megemészthető, meg mondjuk a realitástól nem annyira elrugaszkodott teóriák, hogy az egészet igazából felfújja tudatosan mondjuk a média, mert a gyógyszeripar ott áll mögötte, és az egész az anyagi haszonszerzésről szól, hogy ez miért nem nagyon lehet így, erről még beszéltünk, de hogy ezeknek a teóriák, tehát hogy mikor terjednek az ilyen összeesküvés elméletek, ha van egy nagyon fontos helyzet, ami az én életemben hatással van, szorongok tőle, és ambivalensek az információk. Most, amit itt megbeszéltünk, minden... De miért jobb elhinni, hogy miért jobb azt hinni, vagy miért könnyebb elfogadni,
hogy Bill Gates ki akarja írtani az embereket, vagy hogy mikrocsipet akarnak belénk ültetni, miközben erre még válasz is lenne, hogy nem kell mikrocsip a totális megfigyelésed, az elég a Facebook. Tehát, hogy miért könnyebb ezt elhinni, mint elfogadni egy tudományos magyarázatot, ami egyébként legalább olyan izgalmas tud lenni. Hát erre két ok van. Az egyik az az, hogy ha tényleg ellentmondások az információk, és azért ebből a beszélgetésből is, ahol próbálják a legjobb szakemberek a leginkább leegyszerűsíteni mondani, de látszik, hogy ez egy bonyolult téma, ott a sok ellentmondásos információ, akkor egész egyszerűen ezt a Gordiuszi csomót, ezt egy összeesküvés elmélet könnyen át tudja vágni, egy egyszerű, rövidre zárt magyarázat. És a második dolog, hogy mindig jobban szeretjük azokat a magyarázatokat, amiben van felelős, ahol valakit tudjuk, hogy ezt tudatosan előidézte. Az a tudat, hogy ez gyakorlatilag a véletlen szülötte. Most az, hogy Wuhanban egy tobzoska félig főtt csak meg, és aztán úgy került az asztalra, és ez okozta ezt az egész vírust, ez rettenetesen szorongató érzés, mert ezzel tényleg semmi kontrollunk nincs, nem is értjük. Hogyha vannak a jól bejáratott ellenségeink, akik az egész mögött állnak, akkor legalább érteni vélem ezt az egész folyamatot, és ez mégiscsak egy kicsit kellemetlenebb helyzet, mintha ha ilyen fatalista módon azt mondom, hogy hát ilyen bármikor megtörténhet, és igazából azt a sors kezét. Ez nagyon fontos most szerintem, amit mondtál, hogy akarjuk tudni, hogy ki a hibás, mert hogyha az ember felidézi, hogy például, és akkor most egy kicsit kitágítom a témánkat az oltáselleneségre, hogy általában, hogy melyik a önmagát legmasszívabban tartó oltásellenes mondjuk elmélet, az, hogy van olyan oltás, amely van olyan védőoltás, kötelező védőoltás, amely előidézheti az autizmust, ugye? Ennek azért volt egy szószólója, egy brit orvos, akinek persze az elmélete megbukott, és kiizzálták a brit orvosi kamarából, de ez már sokkal kevesebb emberhez jutott el, mint az, hogy ő ezt az elméletet felállította, dokumentumfilmet készített róla, számtalan helyen elmondta. Most az, amit mondták, hogy hibást keresünk, az pontosan ugyanerre felfűzhető. Tehát, hogy hibást keresünk azért, ami történik velünk, tehát lehet, hogy ez az, ami táptalajt adhat az oltásellenes mozgalomnak, akár a mostani problémánk kapcsán is. Vagy egyáltalán mit kezdünk azzal, hogy egyébként világszerte számtalan orvosi végzettséggel rendelkező, vagy biológiai végzettséggel rendelkező ember állít teljesen mást, mint amit most önöktől hallok. A számtalan az azért szerencsére egy költőkúzás volt, de miért többen, mint kellene. Ezzel őszintén megmondom, nem tudom, mit lehet kezdeni azok számára, akik ezeket már elhiszik, és már ebben a világban élnek. Mert hogy ez az egész konteus gondolkodás, ezt a Péter biztos sokkal szakszerűbben ki tudja fejteni, ez arról szól, hogy ha jön egy bizonyíték az én világom ellen, azt én úgy tudom értelmezni, hogy az engem támogat. Tehát logikailag kikezdhetetlen az egész. Tehát tudom építeni a saját érrendszeremből. Igen, tehát hogyha ugye az Andrew Wakefieldről kiderült, hogy ő az az orvos, aki az autizmus elmélet. Ő neki aránylag hamar kiderült a kutatásáról, hogy egyszerűen meghamisította az adatokat. Tehát, hogy már alapban nagyon gázolt annak a kutatásnak az összes körülménye, nagyon kevés alanyon végezte, nem volt kontrollcsoport, nagyon-nagyon gyenge minőségű volt az egész, de ezen felül még egyszerűen csak olyan számokat írt be a papírra, ami neki tetszett, nem azt, amit a műszer mutatott. Ez egy normális ember számára azt mondja, hogy oké, ez az ember csalt, megbukott, nem hisszük el. Igen, de ez egy nyilvánvaló csalás, bizonyíthatóan. Igen, viszont aki egyszer már elhitte neki ezeket a dolgokat, annak a számára, ennek a beismerése, hogy hűha, engem ennyire olcsó módon átvertek, az annak a beismerése, hogy úristen, annyira hülye vagyok, hogy engem így át lehet verni. És akkor itt jön a pszichológusok által kognitív diszonancia redukciónak nevezett jelenség, amikor addig torzítom a valóságot, hogy ne kelljen bevallanom, hogy hülyét csináltam magamból. Tehát, hogyha én elhittem a Wakefieldnek a dolgait, hogy autizmust okoz, stb., akkor amikor jön akármennyi tanulmány, ami azt mondja, vagy akármennyi bizonyíték, hogy ez nincs így, akkor azt mondom, hogy ezt a gonosz háttérhatalom hamisította csak meg ezeket a cárkultúr tanulmányokat. Hát igen, ezt mondom, hogy kicsit szélmalomharc ez, amit lehet vívni, de most nem a Wakefieldről beszélve, hanem mondjuk picit vissza a koronavírushoz,
Én magam most a felkészülés során találtam más nemzetiségű, biológiai végzettségű. Most mi itt a beszélgetés előtt átbeszéltük, hogy nem nagyon van idézettsége, meg szóval, hogy nagyon kétes mondjuk az ő megítélése, vagy legalábbis kettős. De azért felvett bizonyos logikus kérdéseket a koronavírussal kapcsolatban, és szeretném, ha csak röviden, de reagálnának ezekre, mert ezek aztán átemelődnek Magyarországra, és megjelennek a magyar nyilvánosságban is. Például ilyen kérdések, hogy a koronavírus kapcsán, hogy ez nem is olyan veszélyes, mert ha összehasonlítjuk más koronavírussal, akkor nem látjuk azt, hogy nagyobb lenne a halálozási aránya. Ő maga egyébként még egy felmérésre is hivatkozik ezen a téren. Szóval mondjuk például erre, hogy nem olyan veszélyes, hogy nem is tudjuk, hogy mennyire terjed. Zárójel, pontosan tudjuk, hogy mennyire terjed, ugye hát Magyarországon tudjuk pontosan? Tehát, hogy ezekre mi a válaszuk orvosi szempontból, vagy kutatói szempontból? Lehet, hogy kezdeném ezt most egy kutatói szemmel. Nagyon sok dolog hibázik itt a társadalomban megint csak. Ami nem lett széles körben elterjesztve. Például az a fajta bizalom a tudomány felé, hogy meg tudjam ismerni azt, hogy mi része a világ tudományának, és mi az, ami egy-egy ilyen szakadár mozgalomnak a része, ami megint csak kialakít egy ilyen fals valóságot valakiben, nagyon hatékonyan egyébként. És innentől kezdve már én mutathatok 30 olyan cikket, ami bizony elmondja, hogy miért súlyosabb ez a koronavírus, mint a másik négy nálha koronavírus. De az már az, aki már egyszer elhitt ennek az úrnak, hogy ez nem így van, teljesen mindegy. Ehhez viszont megint csak ott vagyunk, hogy kell egy unblock társadalmi, tudományos gondolkodási képesség. Gábor, fontos, bocsánat, tehát vannak olyan felmérések és kutatások, amelyekben bizonyítják, hogy súlyosabb. Hogy ne lenne? Tehát ez nem egy kérdés, hogy ez a koronavírus, ez egy magas patogenitású humán koronavírus. Ez fordítás, magas patogenitás. Jelen ismereteim szerint 7 olyan koronavírus van a világon, ami embereket képes fertőzni. Ebből 4 a közönséges náta koronavírusok közé tartozik. És ez az új koronavírus, amire egyébként számított a tudomány, és akkor Bill Gatesnél vagyunk, hogy Bill Gates csinálta. Nem. Én magamnak is van 2016-ban egy előadásom, ahol konkrétan erről beszélek, hogy a tudomány miért számít ilyenekre. De azért, mert a Bill Gates-től kapsz fizetést. Valószínűleg, igen. És akkor megint ott vagyunk, hogy mindent mindennel meg lehet magyarázni. De a lényeg, hogy a tudományos gondolkodás az, ami tudna ezen segíteni igazából az embereknél. Várj, de fejezetet van 4, ami simán áthat. Igen, igen. Ez az új koronavírus, ez pedig egy magas patogenitású koronavírus, maga a halálozási rátája is már magasabb. Tehát nem igaz, hogy nem magasabb, ha nem tudom milyen influenzánál, ez nem igaz. Tehát már a korrigált halálozási ráta, amit most már az epidemiológiai adatokból is látunk, az is elég magas ahhoz, hogy ezt súlyos vírusként tudjuk kezelni. Tudsz mondani példát? Vagy számokat? Számokat? Ez most ugye 0,81% körül van. És akkor megint ott vagyunk, hogy az emberül 1%. 100 emberből egy. Hát ez semmi. Oké, szorozzuk meg 1 millióval. Szorozzuk meg 10 millióval. Nézzük meg most a számokat, hol tartunk. De ne is ebbe gondolkodjunk, mert a világ nem így működik, hanem dinamikusan. Gondoljunk bele abba, hogy mit láttunk New Yorkba. Mit láttunk Észak-Olaszországba. És miért kell odafigyelnünk arra, hogyha van egy új vírus, amivel a tudomány izzadva küzd, hogy megismerje, nem szabad póráz nélkül elengednünk, nem szabad futni hagynunk, és az új vírus ad választ arra, hogy miért jönnek össze-vissza információknak, most ismerjük meg. Múltkor terjedt interneten egy orvosi hetilapos cikk, hogy koronavírus 70, nem tudom mennyiben, hogy már ismerték. Igen, ismerték a náta koronavírus. Ez pedig egy teljesen új vírus, egy teljesen új koronavírus, amit most kell megismernünk, és igenis képes nagyon súlyos gondokat okozni, már csak ha azt nézzük, hogy mi történt a világban, és amikor megtelik egy-egy kórház, akkor egyébként abban a régióban mi történik, és a járulékos halálozás is milyen. Tehát ez nem egy vicc, ezzel nem szabad viccelni, ez nem egy nátha, ez egy súlyos koronavírus, ami rendkívül súlyos megbetegedést tud okozni. Most már azt is tudjuk, hogy milyen embercsoportoknál és milyen irányultságú ez a dolog. Tehát azt már tudjuk, hogy időseknél az egekben ő a halálozás, különféle krónikus megbetegedéseknél is. És akkor megjön a válasz, nagyon sokszor megkaptam, és simán átvészelem. Igen. Sokan átvészelik. De közben átadom. Átadom neki, ő átadja neki, és végül eljut a vírus oda, ahova nem kéne. Eljut egy idősek otthonába, eljut a nagymamához, eljut a cukorbeteg 25 éves fiatalhoz, és már is kórházba kerül. És az egész halmozódik egy területen, akkor konkrétan káoszba dönti ezt a régiót. Ezt láthattuk. Ez azért fontos, mert ugye, ha az ember csak a saját buborékában mozog is csak a Facebookon, akkor is egyre többen vitatják, hogy... Egyébként ez az influenza paradoxon, megint. Évről évre ez a kérdés. Oltassam a magam, simán átvészelem. Igen. De felszállok a buszra, oda köhintek, és a nagymamát, aki mellettem, ő kórházba küldöm, úgyhogy nem is láttam, hogy ővel mi történt. Még ez társadalmi kérdéskör. Nem arról szól, hogy én,
hanem arról szól, hogy mi ezért ülünk mi most itt maszkban. Nekem is kényelmetlen, de mégis fölveszem, mert ez a közösség érdeke. Ha a vírust el kéne helyezni valamilyen skálán veszélyessége szempontjából, akkor hogy viszonyul a SARS vírushoz például? Tehát, és ezen az elképzelt skálán hol helyezkedik el? Ha egyszerű választatok, akkor vannak a náfa koronavírusok, meg vannak a súlyos koronavírusok, a MERS, a SARS és most a SARS-2. Ez ebbe az utóbbi csoportba tartozik. Nagyon hát sokféle skálán, nagyon sokféle magas patogenes, igen, tehát sokkal magasabb a halálozása, mint mondjuk egy NATO koronavírus. Egy NATO koronavírus, én is meglátom, hogy a vállam, jó, NATO koronavírus. Ez a magas patogenes koronavírusok közé tartozik. Ugyanakkor nem ugyanaz, mint a SARS. Teljesen másfajta járványt láttunk ott, teljesen más halálozást, teljesen mások voltak a virológiai tulajdonságai annak a vírusnak, az egy másik vírus, ez a magyarázat. De mégiscsak, ha két csoportot állítok fel a koronavírusok között, ez az a fajta koronavírus, amivel bizony törődni kell. Uh-huh. Doktor úr, az egy igaz állítás, hogy a legfontosabb az lenne, hogy tudjuk a terjedést, tehát a rengeteget tesztelni. Ugye annyira politikai térbe került a vírus megítélése, hogy az ember sokszor nem tudja, hogy mindaz, ami elhangzik, az a politika felől értelmezendő, vagy a tudomány felől. Tehát a minél többet tesztelni, minél több emberen elvégezni, minél több adatot kapni, az a politika felől fontos, vagy a tudomány felől? Az egész járványnak végestelen végig volt a politikai felhangjai. Mindenhol. Minden, az egész világon, és nyilvánvaló az, hogy a egyik probléma az, hogy a legfőbb védekező képesség a politika esetében a társadalmi távolságtartás, illetve az iskola bezárás, a otthon dolgozás. Ennek viszont nagyon súlyos gazdasági következményei vannak, nem beszélve arról, hogy abban a hosszú távú hatásban is kell gondolkodni, hogy mi lesz a munkanélküliekkel, mi lesz a családon belüli erőszakkal, mi lesz azokkal, akik azért lesznek öngyilkosok, mert az egzisztenciájuk ebben az időszakban gajra ment. De nyilvánvaló, hogy az eszköz, amit közül kiemelendő volt az iskola bezárás, amely a fertőzés terjedésének a meggátását eredményezte, ez egy politikai döntés, és a társadalom egészét érinti. A tesztelésnél pedig hát az a helyzet, hogy azt is végig kell gondolni, hogy a járvány elején még a CDC is elkövette azt a hibát, hogy a kezébe tartotta a Centers for Disease Control, az amerikai közegészségügyi hatóság, a kezébe tartotta a PCR-tesztelést. Ugye a PCR-tesztelés az egy jelenleg még mindig az arany standard, nincs még egyelőre más megoldás. Tehát a megbízható tesztelés. A megbízható teszt, de azt is tudnia kell mindenkinek, hogy magának, hogyha optimális időpontban és optimális körülmények között végezzük el, megfelelő technikával, vírustranszport táptalajjal, hűtőlánccal, stb., akkor is az optimális körülmények között is 70% az érzékenysége a vizsgálatnak. És ez azt jelenti, hogy a tünetes betegeket 48 óra különbséggel le kéne, két PCR-tesztel kéne, hogy tulajdonképpen igazolni, hogy nekik az van, vagy nincs nekik az. Na most, hogyha ezt alapul vesszük, akkor ez egy óriási PCR kapacitást igényel egy országtól, ami nyilvánvalóan a kezdetén nem állt rendelkezésre, és nem csak Magyarországon nem állt rendelkezésre, az Egyesült Államokban sem állt rendelkezésre. De hogyha azt le akarjuk győzni a járványt, és valós számokat akarunk a kezünkben látni, és ebből epidemiológiai, tehát járványtani következtetéseket levonni, akkor egyetlen mód van, hogy a megfelelő időben, megfelelő technikával mindenkit tesztel. De akkor azt mondja meg, hogy most azért már látjuk a számokat újra növekedni, vagy időnként csökkenni, de azért alapvetően növekvő tendenciát mutatnak. Azért, amikor tavasszal ilyen számokat láttunk, otthon ült mindenki karanténban. Most nem ez van, sőt mindjárt nyitnak az iskolák, az óvodák, a bölcsödék. Ez jó irány? Szóval ön például, nem tudom, van egy gyereke, ezt nem kérdeztem meg előtte, de engedné iskolába, óvodába, bölcsödébe? Mi a felelős szülői magatartás? Tehát az egyik kérdés az, hogy a járvány első fázisában is, a világon is mindenütt így volt, a rettegés otthon tartotta az embereket, és sokkal szívesebben vették tudomásul a korlátozó intézkedéseket,
És jött az a fázis, amikor jelentősen csökkent a naponta deklarált, felderített esetszám, amikor az ember és a társadalomnak az volt az igény, hogy engedjünk ki. Mert megjött a nyár, már így nem lehet élni azon körülmények között. De közben sok minden történt. Egyrészt megnőtt a Magyarországon is a PCR-tesztelésnek a lehetősége. Ha meg tudom tenni azt, hogy az igazolt eseteket otthoni karanténba küldöm, és jelenleg ugye döntően fiatalok pozitívak, ez is egy borzasztó izgalmas dolog. Tehát ugye az első fázisban azt láttuk, hogy a kórházba került, vagy a kórház ápolási otthonokban, szociális otthonokban lévőknél történt meg a teszt. És azoknál magas volt a előfordulás is, és magas volt a halálozás is. Most meg a fiatalok. Most a fiatalok, akik kiengedtek és átadják. De, és ott van a veszély, amit előbb elhangzott, hogy mi van akkor, hogyha ezek a fiatalok hazaviszik a esendő vagy kísérő betegséget. De akkor csak egy igen vagy nem, hogy engedni a gyerekét iskolába, óviban? Jelenleg így, tehát jelenleg igen. Itt nincs szó. A társadalomban nem lehet jelenleg rárakni azt a terhet, hogy úgy folytassuk. A másik az, hogy azért vannak előrelépések, tehát terápiásan is vannak előrelépések. Tehát ma nem vagyunk teljesen fegyvertelenek. Ott van a remdesivir, ott van a szérumterápia, tehát van élegeztetőgép, világos, tehát megvan a kapacitás. Na most, ami rettenetesen fontos, és szerintem nagyon-nagyon felelősen kellene eljárjon az egészségügyi személyzet, amelyiknek a influenza elleni védőoltatsága sem volt sose jó. Tehát jelenleg az egészségügyi dolgozóknak a jelentős százaléka nem veszi föl az ingyenes, minden évben odaadható influenza védőoltást, mert azt gondolják, hogy ugyanez az elméleti bajnok, vagy ugyanez a mondás, hogy hát influenza, na mi van, én átesek rajta, de ugyanakkor megbetegítem az én általam ellátott beteget, és hazaviszem a családomnak. Na most, bocsánat, hogy ennyi dumálok, de a legfontosabb volna jelenleg az, hogy aki teheti, influenza ellen oltassa magát, és legyen ez a teljesen laikus lakosság is, és legyen az egészségügyi dolgozók és a szociális hálózatban dolgozók is, hiszen arról van szó, hogy ők kettős veszélynek vannak kitéve, az influenza elleni védőoltás itt van, meg lesz. Notabene én még azt is szoktam hangsúlyozni, hogy az esendő populációnak van egy olyan része, amely a tüdőgyulladás elleni vakcinát is be kéne adni. Ugyan nincs adat arra, hogy a koronavírus, tehát a COVID-19 hajlamosít a leggyakoribb tüdőgyulladás kórokozóra, de az influenzánál pontosan tudjuk. Tehát jelenleg fel kéne készüljön a lakosság a felnőttkori védőoltási stratégia teljes betartására. Hát ez nagyon fontos, mert csak azért is, mert mondjuk például ez is egy WHO adat, hogyha már oltottságról, meg oltási hajlandóságról beszélünk, hogy 2018-ban 17-es adataim vannak, lehet, hogy már 19-es is van, hogy 140 ezeren haltak meg kanyaróban, Lengyelországban a 2017-es szám 10-szerese, ugye a kanyaró egy abszolút oltásra kivéthető oltás, betegség. Zsolt, hogyha te mondjuk nyilván követted ezeket a vidékeket, mint például Samoa, ahol a kanyaró nagyon komoly problémákat okozott, nagyon hirtelen, Lengyelországban növekszik, Olaszországban az oltás ellenesség gyakorlatilag egy politikai témává vált a kampányban, szóval ha követed ezeket, akkor ezek politikai kérdések, úgy, mint például Pakisztánban, ahol a gyermekbénulás, akik oltják a gyereket a gyermekbénulás, hanem fegyveres őrökkel járnak oltani, mert hogy van egy politikai értelmezés annak, hogy ezzel az oltással ki és mit akar elérni. Szóval te mit látsz például az oltás ellenesség mozgatórugójának? Politikai szálakat? Minden politikai kérdés, hogyha elég sok embert érdekel. Tehát bármi a világon lehet politikai kérdés, és mindenből politikai kérdés lesz egy idő után, hogyha elég sok embert érdekel. Az oltás ellenesség
az szerencsére a tényleg hardcore oltás ellenesség, aki azt mondja, hogy Bill Gates az 5G mobiltornyokkal telepíti a mikrocsipeket az én agyamba. Szerintem ennél okosabb oltás ellenes narratíva is. Azt mondom, hogy szerencsére ez tényleg ilyen laposföld szintű butaság. Emögé nem fog beállni egyetlen politikai erő sem sehol, mert teljesen nevetségessé teszi saját magát. Csak hogy az egész oltás ellenség, ahogy mondod is, nem egy ilyen homogén valami, és ami a legveszélyesebb benne, az a ijesztően nagy réteg, aki azt mondja, hogy persze, nyilván hülyeség a mikrocsip, hülyeség még akár az autizmus is, minden, de azért ki tudja, nem zörög a haraszt, lehet, hogy több bajt okoz, mint amennyi hasznot hoz. És most az egész koronavírus járványnak a legeslegnagyobb veszélye ebből a szempontból az, hogy ezt a réteget lejjebb löki azon a lejtőn, aminek a végén az 5G, meg a Bill Gates, meg a geek emberek állnak. Uh-huh. És ha csak egy kicsit lejjebb löki őket, már azzal is nagyon-nagyon sok embert taszíthat bele a konkrét oltás tagadásba. És ilyenkor jön az, hogy ugye a kanyarónál azon, hogyha a nyálimmunitás egy bizonyos szint alá megy, akkor el tud kezdeni terjedni a betegség. Ezt láttuk pár éve, nagyon híres volt ugye Disneylandben, Amerikában, ahol nagyon sok gyerek fordul elő, és egyszerűen ott ugye nincsen kötelező védőoltás, csak ilyen nagyon erősen ajánlott, meg oltás nélkül nem mehetsz állami suliba, meg ilyesmit vannak. Tehát ott teljesen legálisan ki lehet kerülni a védőoltásokat is. Elég sokan jutottak el addig, hogy teljesen legálisan kikerüljék a védőoltásokat, hogy a nyálimmunitás lement annyira, hogy Disneylandben, ahol a 10 000 gyerek rohangál, ők boldogan összefertőzték egymást. Még egyszer mondom, a világ leggazdagabb és legfejlettebb országában. Tehát itt nem arról van szó, hogy valahol Kongó alsón, ahová nem jutnak el a védőoltások, ott kitör az ebola, mert nincsen ellene védekezés, hanem arról van szó, hogy ott, ahol meg lenne a védekezés, ahol akkor részletelően. Ennek az okaira vagyok kíváncsi. Egyébként azt hiszem a kanyarónál ez a bizonyos nyálimmunitás egy nagyon magas szám, tehát 100-ból 95 embernek védetnek kell lennie ahhoz, hogy ez ne kezdjen terjedni. Igen, a kanyaró az egy ilyen nagyon-nagyon durván volt terjedő. Igen, én is azt mondom, hogy eztán a COVID-19 esetében egy ennél alacsonyabb számot olvastam, hogy már 70% közötti körüli védettség már jó lenne, tehát a terjedés szempontjából az a mondjuk kívánatos, hogy a társadalom 70%-a védett legyen, de a miért az érdekes? Tehát van itt egy önmaga farkába harapó kígyó jelenség, hogy tulajdonképpen nem ismerjük a kanyarót, vagy nem kéne ismernünk csak az irodalomból. Ez a lényeg, hogy már elfelejtettünk. Hát ez biztos azért nem annyira veszélyes. Ez az egészben a csapda, hogy egyszerűen annyira jól működtek a védőoltások, meg az orvostudomány fejlődése, a higiéniának a tényleg óriási szintlépései az elmúlt, nem tudom én, 100-200 évben, hogy bizonyos betegségeket elfelejtettünk, mert már 100 éve nem látta senki. Tehát ki kell újra próbálnunk, hogy elhívjuk. A fekete himlő az már egy ilyen középkori valaminek tűnik. Hála jó Istennek. És a kanyaró is valamilyen középkori valaminek tűnik, egészen addig, amíg fel nem bukkan az emberek fejébe, hogy ez már annyira ilyen népmesei valaminek tűnik, hogy minek kell egyáltalán védekezni ellen. Miért kell azzal a bazinagytűvel megszúrni az én gyerekemet, aki majd sírni fog tőle? Igen. De Péter, ez most neked szóló kérdés, hogy ugye a Zsolt említette, hogy és hát ezek nem a szegény vidékek, tehát mondjuk a jól szituált, haladó, nem tudom, mindenféle Amerika. Tehát, hogy most például a ti kutatásotok szerint kik a legfogékonyabbak az oltás ellenes szólamokra. Ugye már azt tudjuk, hogy az Instagram meg Facebook követők száma nőtt a koronavírus alatt, tehát hogy valóban egy fogékonyság van, ami most meg is jelent mondjuk lájkokban vagy követésben. De kik ezek? Kik ők, akik azt mondják most a koronavírus alatt, hogy halalala? Erre vonatkozóan nekünk kutatásunk nincs. Az oltás ellenség kapcsán volt még 2018-ban egy olyan kutatása a Politikai Capitalnak, ahol egyébként a magyar lakosság 20%-a mondta azt, ami nem egy elhanyagolható arány, azt a véleményt, amit most idézett a Zsolt is, hogy több a
kára, mint a haszna a védőoltásoknak. És Magyarországon tehát ugye, 20% mondja azt, hogy több a kár, mint a haszna. És hogyha azt veszük, hogy mondjuk a kanyaró esetében 95%-os átoltottság szükséges, ami Magyarországon egyébként megvan, és ez fontos elmondani, hogy Magyarországon az oltásellenes mozgalom ahhoz képest, amit sokszor egyébként környező országon, például Romániában, vagy nyugaton láthatunk, alacsonyabb szinten van, és egyébként szerintem helyesen egyébként a szabályozás is szigorú. Én nem feltétlenül értek azzal egyet, hogy sőt egyáltalán nem, hogy ezt a kérdést ezt egy szabadságjogként kezeljük, mint ahogy szerintem a maszkot sem kéne aként kezelni, mert ahogy az el is hangzott, tehát ez egy közösségről szól. Vannak olyan kérdések, amiket nem kell átpolitizálni, amiket nem kell szabadságjogként láttatni, hanem ebben jó, hogyha van egy konszenzus, és az amerikai helyzetnek a hibája vagy tragédiája most éppen az, hogy politikai véleménynyilvánítással válik az, hogy valaki maszkot visel, vagy nem, ami valahol abszurditás. És ez nem egy antidemokratikus érv, mert hogy igen, vannak politikai aspektusai ezeknek a kérdéseknek, amikről beszélünk, nyilván lehet arról beszélni, hogy milyen az szakmai kérdés inkább, hogy mondjuk milyen vakcina szükséges, mi nem, mik azok az oltások, amik feltétlenül szükségesek. Beszélhetünk arról, hogy mondjuk a koronavírussal kapcsolatban a különböző intézkedések, amiket Prince túl említett, hogy azoknak mekkora társadalmi kára lehet, és így ez egy politikai kérdés, hogy mi a jó döntés. Az, hogy maszkot viseljünk vagy sem, ez nem lehet politikai kérdés, mint ahogy szerintem az sem lehet politikai kérdés, hogy mondjuk MMR védőoltással beoltsák-e az embereket, ami a kanyarót visz. Hiszen az a helyzet, hogy egyes amerikai államokban, de például Ausztriában vagy Hollandiában is, ennél egy kicsit lazább a szabályozás, és egyébként azt látjuk mindenhol, ahol felüti a fejét az oltásellenesség, ott felüti rögtön utána a fejét a vírus. És például a kanyaró az azért tudott visszatérni Európába, mert megerősödött ez a mozgalom, de hogy meg is válaszoljam a kérdésedet, nagyon heterogén csoport. Egyrészt a koronavírus tagadók csoport, és amerikai kutatások azt mutatták, hogy például a feketék körében, és a hogy mondjam, a rosszabb anyagi helyzetben lévő feketék körében, akiket még rosszabbul is érintett a maga a koronavírus következtében, a lezárások miatti gazdasági visszaesés, ott nagyon magas a koronavírus szkepszis. Ugyanakkor a legjobban képzett és legmagasabb jövedelmű republikánus csoportokban is nagyon magas a koronavírus szkepszis. Hogyha az oltásellenességet nézzük, az oltásellenesség az nagyon gyakori tud lenni a középosztály, felső középosztály körében, akik ezt egyfajta szabadságjogként kezelik a magasabb jövedelműek körében, az értelmiség körében, de ugyanakkor nyilván van ennek az oltásellenes tábornak is egy ilyen rendszerellenes magva, aki úgy érzi, hogy valahogy ennek a társadalmi politikai rendszernek a hogy mondjam, áldozata, és ez ellen agitál, egy ilyen alapvetően úgy érzi, hogy vesztes pozíció. Általában el lehet mondani azt, hogy azok az emberek, akik az oltások ellen gerjesztik a közhangulatot, illetve azok, akik most a koronavírust azt gyakorlatilag nem létező problémának állítják be, ezek nem tanulatlan emberek általában, ezek nem ostob emberek, ezek nem megvezetett emberek, az helyzet, ez egy baromi jó üzlet. Hát nézzük meg, hogy vannak olyan koronavírus tagadó videók Magyarországon is, amiket mondjuk Gödény György, Lenke Igával és mások videóját, és sok százezben nézik meg, tehát az a helyzet, hogy ez sajnálatosan jó üzlet, és egyébként ugyebár mindig azzal vádolják a gyógyszer cégeket, hogy ők akarnak ebből az egészből hatalmas nagy üzletet végre, az a helyzet, hogy legalább olyan jó üzlet. A koronavírus oltások és általában a gyógyszeripar ellen hergelő ilyen üzlet, mert ez nagyon sokaknak közvetlenül rövid távon jelentős bevételt hoz, és még egyetlen gondolat ennek kapcsán, hogy az abban is, tehát hogy oltásellenesség szempontjából is egyébként a koronavírus átpolitizáltsága szempontjából szerintem Magyarország egyáltalán nem tragikus hely, hogy mondom, vannak sokkal rosszabb példák. Viszont például abban nagyon komoly problémák vannak Magyarországon, hogy a közösségi médiafelületeken hogyan jelenik meg ez a kérdés. Azt látjuk mondjuk Nagy-Britanniában, Amerikában, hogy nagyon sok
népszerű mondjuk oltássállás, koronavírus tagad oldal tűnt el a közösségi médiában. Magyarországon nem. Miért? Mert a Facebooknak a legnépszerűbb közösségi média oldalnak nincsen Magyarországon hitelesített tényellenőrzője. És ennek következtében egy szinte korlátlanul terjedhet a butasság, bocsánat, hogy így mondom, és ez szerintem ez is egy társadalmi felelősség, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, hogy Magyarország az oltássállásségnek egy ilyen, vagy ebben szemben egy ilyen védett kis sziget, ez nagyon könnyen átfordulhat. Jó, de egyébként azért az látszik, mondjuk akár Facebook követők táborából, hogy mondjuk az önmagát oltásellenesnek hirdető szervezet, követői tábora pár ezres, míg egyébként olyan szájtoknak a tábora, amelyek ilyen-olyan hírek közé beágyazva, vagy így úgy hírt adnak az ő dolgok, azoknak több tízezres, tehát hogy önmagában az oltáselleneseket nem lájkolja annyi ember, ami veszélyes lehetne. Csak aztán, ahogy ezek a hírek bejutnak egy nagyobb elérésű, önmagát médiának nevező portára, onnantól van baj. Hát pontosan is vannak olyan ilyen alternatív hírforrások, mint a Minden Egyben blog, aminek a Facebookon... Ezt úgy hívjuk, hogy alternatív hírforrás? Hát igen. Vagy hogy? Sok-sokféle elnevezés lehet, most nevezzük őket itt, de ez tényleg egy hatalmas nagy univerzum, nagyon sok követővel. A közösségi médiában, csak a Minden Egyben blognak, ami például a koronavírus szkeptikus, általában az oltások ellen hergelő tartalmaknak egy ilyen nagyon kiemelt helye, 700 ezer követője van a Facebookon. Úgyhogy Magyarországon most 5-6 millió körül lehet az aktív Facebook felhasználók száma, tehát ez azért azt jelenti, hogy több mint a Facebook felhasználók 10%-a követi azt az oldalt, amin elképesztő dolgok jelenhetnek meg. Hogyha lenne rendes szűrés, és egyébként tegyük hozzá, hogy a Facebooknak van olyan hivatalos policia, ami arról szól, hogy ők eltávolítják az oltásellenes tartalmakat, vagy legalábbis... De itt nem tudják. Hát nem tudják, vagy nem akarják, ez értelmezés kérdése. Nyilván nem azért nem akarják, mert érdekük fűződik hozzá, hanem azért, mert kis ország vagyunk. Amire lehet, hogy azt gondolják, hogy ebből a szemben nem olyan fontos, de én azt hiszem, hogy lényeges lenne, és az a szomorú helyzet, hogy azt mutatja az összes kutatás, hogyha sok ilyen összeesküvés elméletet, álhírt hallunk, egészségügyt, az hat ránk. Senki nem immunis ezekkel szemben. Tehát, hogyha ezekkel szemben fellépésnek sajnos csak az az egyetlen módja, hogy megpróbáljuk azt elérni, hogy minél kevesebb emberhez jussanak el, és ebben igenis szükség van mondjuk a közösségi média oldalaknak a társadalmi felelősségvállalására, hiszen ezek a legnépszerűbb felületek, és ők tudják azt elérni, hogy ezek a tartalmak vagy eltűnjenek, vagy legalábbis az algoritmusokon keresztül kevesebb emberhez. Jó, hát egyen azért Magyarországon akárhányszor el lehet mondani, hogy ne oltasd be magad bizonyos kötelező védőoltásokán, azért annak lehet következménye. Mondjuk jogi következmény is. Az influenza az már egy neccesebb dolog, amire a doktor úr is utalt, mert szerintem nem tudom hány százalékos Magyarországon az influenza oltottság, erre van szám? Az változik. Tehát a 2009-es H1N1 járvány, az volt az utolsó pandémia, ami Magyarországot is érintette. És tulajdonképpen, ha a hozzáállás hullámzását nézzük, az körülbelül nagyon hasonló volt, mint a koronavírushoz. Tehát ez is egy hullámzó állapot. Tehát lehet, hogyha jövő héten 1000 teszt lesz pozitív Magyarországon, akkor hirtelen megváltozik akár az influencereknek a befolyásoló hatása, akár pedig a politikai döntéshozatal megváltozhat. Én nem akarom azt mondani, hogy ebbe fog következni. De a 2009-es H1N1 járvány az nagyon-nagyon tanulságos ilyen szempontból, és az is politikai szempontból nagyon érdekes volt. Tehát arról van szó, hogy szinte politikai hovatartozás szerint döntöttek az emberek arról, hogy az influenza elleni védőoltást beadassák maguknak, vagy ne adassák be magukat. Tehát nem kellett szélsőséges politikai elfogultság ahhoz, hogy valaki leírja orvos létére, hogy például influenza elleni védőoltást ne adjuk be, mert azt a volt titkosszolgálatok állítják elő Magyarországon. De ez az egész lakosságot oly mértékben nem nagyon befolyásolta akkor, de megosztotta a társadalmat ebben a vonatkozásban. De a 2009-es H1N1 járványnak a súlyos következményei miatt
még két évig körülbelül azt lehetett látni, hogy a ingyenesen hozzáférhető influenza oltásoknak egy jó része felhasználásra került. Azt tudni kell, hogy a tradíció Magyarországon az volt, hogy az állam 1.300.000 influenza elleni védőoltást biztosít ingyenesen egészségdolgozóknak, rizikócsoportokba tartozóknak a háziorvosi hálózaton keresztül. De viszont már a legvégén, tehát a közel években ezeknek 300-400 ezer oltóanyag az pocsékba ment, mert nem került a rizikócsoportokba beadásra. Uh-huh. És ez ugyanez vonatkozott, hogy a kampányt kellett folytatni az egészségügyi intézményekben, hogy az egészségdolgozók fölvegyék, és egyre kevésbé vették fel az influenza védőoltást. És ez a félelem az emberben megvan, hogy hát a következő kérdés lenne, hogy a koronavírus elleni vakcinákat ki fogja finanszírozni. Tehát az egy ingyenes vakcina lesz, vagy kötelező vakcina lesz. Vagy bizonyos társadalmi csoportoknak esetleg ingyenes. Kötelező lesz, és ennek a megítélése is nagy mértékben függ majd attól, hogy melyik védőoltást fogja, például Magyarország ugye 5 milliót rendelt, hogy az kihez fog kerülni, hogy fogják fölvenni az emberek. Ez egy nagyon-nagyon nyitott kérdés, és pontosan engem a H1N1 járvány utáni fokozatosan kialakuló influenza vakcina elleni szkepticizmus, és ez nem oltás ellenesség, hanem szkepticizmus, ez izgat. Kanyaróval kapcsolatban pedig azért azt hozzá kell tenni, hogy időnként vallási közösségek, tehát az én is közösség nem között volt egy hatalmas kanyarójárvány az USA-ban, és most legutóbb a New York-i zsidó közösségben volt egy hatalmas kanyarójárvány, mert egyszerűen nem tartották fontosnak a kanyarót, és tulajdonképpen Romániában az ortodox egyház volt, amelyik kanyaróoltás ellenes volt, és ezt tulajdonképpen egy közösségnek át tudta adni. Tehát sok tényezője van egy az oltás ellenességnek, nem mindig ez a megalapozott dolog, hogy hát igen, hát ez áll. De egy kérdés azért itt körözött a médiában egyébként a BCG oltással kapcsolatban, hogy a magyarországi fertőzöttek vagy komoly következményekkel járó megbetegedések száma vajon azért kevesebb, mert itt volt egy ilyen kötelező BCG oltás. És mondjuk ez is egy kérdés persze, hogy most meg kijelenthető tudományosan, hogy van vagy nincs ilyen kapcsolat. De a másik kérdés az, hogy önmagában egy társadalom oltottsága, tehát mondjuk a kötelező oltások száma, azok valóban beadatása, stb., az bármilyen következményekkel jár-e például egy ilyen vírus kapcsán? Ha most hozzám szólt a kérdés, akkor az első válaszom a BCG-re, ez megint ugyanaz a sztori, mint nagyon sok máshol, hogy nagyon hamar kerül ki a médiába. Nyilvánvalóan az emberekben van egy éjség, hogy legyen már megoldás. De jó nekünk, nagyon jó a BCG átoltottságunk. Jelenleg ez egy tudományosan nyitott kérdés. Nem tudjuk. De az sem, hogy nem az sem. Egyelőre egy epidemiológiai összefüggés. Pontosan olyan összefüggés, hogy azok az országok, ahol több káposztát esznek, ott jobb volt a járvány lefutása. Tehát egyelőre ez most komoly? Ez komoly, van egy ilyen kutatás. Ez most poénnak mondtam, de tényleg volt egy ilyen statisztikai összefüggés. De visszatérve a komolyságra, a BCG viszont annak, amellett, hogy lehetséges, hogy van járulékos sejtes immunitásra gyakorolt kereszt immunitást adó hatása, ezt ki kell vizsgálni. Aha. És ezt most vizsgálják laboratóriumban Ausztráliában. Ennek meg kell várni az eredményét. Ha ez meg is történik, ez akkor sem lehet majd egyenértékű egy koronavírus vakcinával. Tehát az, hogy valamilyen fajta kereszt immunitást nyújt mondjuk egy másik vírusra, és akkor a második kérdés is megadom a választ, az, hogy melyik vírusra oltok, az döntően arra a vírusra lesz hatásos. Tehát az, hogy valamilyen pici kereszt immunitást ad másra, jó esélye az rokon vírusokra szokott megtörténni, az nem egy járandó út vakcinálni. Tehát ha most ki is derül a BCG-ről, hogy hú, ez ad kereszt immunitást a koronavírusra, nem fogják elkezdeni masszívan oltani a világot BCG-vel. Maximum örülünk, hogy de jó, és legalább magyarázatod arra a statisztikai összefüggésre. És mondjuk az influenza elleni oltás? Az influenza elleni oltás megint csak más. Tehát azt meg kell érteni az embereknek, hogy vírus és vírus közt különbség van. Ugyanaz, mint amikor arról beszélünk, hogy emlős állatok.
emlősvátok közt vannak a bálnák, vannak a kutyák, a cicák. Az, hogy koronavírus, az mondjuk legyen a kutya, az influenza vírus, meg legyen mondjuk a bálna. Tehát teljesen másról beszélünk. Vannak hasonló attribútumaik, RNS vírus, ugyanakkor teljesen máshogy működnek. Máshogy váltanak ki immunitást, máshogy mutálódnak. Máshogy kell megközelítenünk a védekezést elől. Részben ez magyaráz, hogy nem hat az influenza oltás a koronavírus ellen. Tehát az, hogy én beoltatom magam influenza ellen, az influenza ellen jó esélye hatásos lesz, koronavírus ellen nem. Az meg kell várnom a koronavírus vakcinát. Ugyanakkor, és ez megint tudományos felfedezéseknek a sorozata vezetett ide most, az elmúlt néhány hónapban, hogy bizonyos nátha koronavírusok egyfajta minimális, de kereszt immunitást kiváltanak egyébként a koronavírusra most egy újra, valamennyire. Ez nem azt jelenti, hogy én védett vagyok, ha nátha víruson átestem. Csak más, a tudomány sosem fekete és fehér. Rendkívül összetett magyarázatok, és nagyon sok nem tudom van benne. És a BCG-nél is ez a helyzet, meg amúgy az oltásoknál is. Ha a koronavírusra várjuk a megoldást, az majd a koronavírus vakcina lesz. Jó, tehát a válasz tulajdonképpen az, hogy nem. Tehát véletlen összefüggések lehetnek, de egy társadalom oltottsága, most gondoltam, hogy ez milyen jó ért lenne az oltás ellenség ellen, de sajnos ezt az örömet nem adtam meg így a beszélgetés végére. De Zsolt, még neked ez egy nagyon pragmatikus kérdés lesz, vagy egy nagyon praktikus felhasználói szempontból. Szerintem egyre nehezebb eligazodni a megbízható hírforrás és a nem megbízható hírforrások között olvasói szemmel. Péter, Zsolt, mondjatok erről pár mondatot azoknak, akik el akarnak igazodni. Tehát, hogy mire figyel az ember, ha el akar igazodni, hogy mi a hiteles hírforrás, hiszen hibátlan médium nincs, hibátlan újságíró sincs, aki sosem hibázik, és sosem ír le akár később hülyeségnek is bélyegezhető dolgot. Én most nem a médiáról szeretném eltolni a felelősséget, de az tény, hogy ma már és a jó néhány éve az emberek sokkal inkább a Facebookról, a közösségi médiából, illetve a Facebook szűrőjén keresztül tájékozódnak. Ez azt jelenti, hogy még, nem tudom én, 20 évvel ezelőtt az ember megnézte a híradót, és az volt a hír, amit az mondott, most minden ismerősöm, minden influencer, akit követek, az a híradó a Facebookon. Lépjünk egyet tovább, ismerjük fel, hogy mindannyian saját magunk is újságírókká váltunk a Facebookon. Tehát úgy is kellene viselkednünk. És itt ami a legfontosabb, mindenki, aki a Facebookon van, megoszt dolgokat, tehát híradóként, újságíróként viselkedik, nagyon-nagyon jó lenne, és egy csodálatos világon élnénk, hogyha egyetlen egy szabály forráskritikát gyakorolnál, hogy betartanál. Tehát mielőtt látok valami nagyon szenzációs dolgot, és mielőtt azt én belájkolom, vagy megosztom, akkor egy picit gondolkozzak el azon, hogy egy picit nézzek utána, hogy egy. Amiről szól, hogy XY mondott valami rettentően szenzációs dolgot, kicsit utána nézzük, tényleg mondta? Bill Gates-el kapcsolatban például egészen borzalmas hülyeségek terjednek, hogy ő azt mondta, hogy 200 milliárd dollár keresett a vakcina befektetéseit. Valójában azt mondta, hogy amit ő egészségügyi dolgokra adakozott pénzt, az, azt mondja, csak Indiában, vagy csak Dél-Kelet-Ázsiában, az által, hogy az emberek nem betegedtek meg, hanem dolgoztak, 200 milliárd dollár hasznot hozott az ottani gazdaság. Tehát a 200 milliárd, az stimmel. Tehát ez, hogy tényleg az illető ezt mondta. Kettő, hogy az illető, aki ezt mondta, az tényleg ért hozzá. És három, hogy az illető, aki ezt mondta, az azért mondta esetleg, mert hogy ő azon pénzt keres. Nagyon-nagyon sokszor, nagyon kilóg alul, amikor valaki azt mondja, hogy a koronavírus az nem is olyan nagyon probléma, én szó szerint idézett, beleülhetnék egy kár koronavírusba, akkor sem fertőződnék meg, a probléma folytatódik, ha szedem azokat a vitaminokat, amit egyébként most itt nálam rögtön meg is lehetsz. Igen. Tehát, hogyha ezt a három dolgot bármilyen megosztás előtt, hogy tényleg elhangzott ez a dolog, aki mondta, az tényleg ért hozzá, vagy csak valaki, random ember, és hogy vajon miért mondhatta, ez egyébként valahol egy ilyen tök jó kis nyomozós játék, és tök jó sikerélmény, hogyha lebuktat az ember saját maga előtt is valami ilyen álhírt, és egy tök jó kis sikerélmény és győzelem, hogyha na, ezt most nem osztottam tovább, egy picit a gátja volt a hülyeség terjedésének. Minél többen viselkednének így, annál csodálatosabb világon élnénk.
Péter, akarsz még zárszót ehhez? Igen, szerintem nagyon, tehát hogyha a politikai elhírekről lenne, lenne szó magyar kontextusban, akkor nehezebb lenne a kérdés. Szerintem Magyarország az egészségügyi ilyen álhírek összeesküvése, mert a képzetek azok szerencsére a mainstream médiában sokkal kevésbé terjednek. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ebben még továbbra is van szűrő, nem tökéletes, de valóban a forráskritika azért ezen a szinten belép, és itt azért lehet valamennyire arra hagyatkozni, hogy amit már hallottunk, meg egy ismert bejáratot, akár hazai hírforrás, ott nagyon nagy eséllyel nem jelenik meg teljesen téves információ. Viszont tényleg egyre többen a közösségi médiából szerzik az információkat, és itt van egy nagyon-nagyon hasznos lista, az Urban Legends-nek a listája, álhír listája, ami azokat az oldalakat sorolja fel, ahol nagyon nagy valószínűséggel téves információk jelennek meg, és nem mindig, az álhír oldalak sem mindig csak téves információt jelentetnek meg, de hogyha beírjuk a bizonytalan információ forrását, akár csak a Google-be, és mellé írjuk ezt, hogy Urban Legends, és ha rajta van ezen a listán, akkor ezt jó, hogyha a szkepszissel figyeljük, és egyébként pedig sajnos tényleg el kell azt fogadnunk, hogy egy ilyen helyzetben, amikor van egy új vírus, meg egyáltalán van egy egészségügyi válsághelyzet, akkor ahogy a tudásunk bővül, úgy tudunk egyre többet, és igen, van olyan, hogy két hónappal előtte más mond az ember, mint utána. Tehát ez fontos látni, hogy a tudományt is emberek csinálják. Tehát szerintem az is fontos, hogy bízzunk a tudományba, de nem misztifikáljuk túl, és hogyha a tudományos konszenzus változik pár hónap alatt, abban ne összeesküvés lássunk, hanem egész egyszerűen azt, hogy fejlődik a tudomány, és látni kell azt, hogy a tudomány a hibáink keresztül fejlődik. A tudomány egy olyan rendszer, ami képes az önkorrekcióra, de ez mi kell, hogy belássa a hibáit. És ha valaki belátja a hibáit, abban nem azt kell mondani, hogy ő a hülye, meg ő hazudik, meg ő összeesküszik, hanem azt kell látni, hogy hajlamos az korrigálni, és hogy az orvostudomány fejlődését nézzük mondjuk történetileg, akkor azt hiszem, hogy akár más kimeneti változóra nem, mint az átlag életkor változására, születéskor változó átlag életkor változásra Európában, akkor azt hiszem, hogy a bizonyítékok azért elég meggyőzőek, hogy az orvostudomány az alapvetően működik, és az orvostudomány nem az emberek halálát akarja, hanem alapvetően a gyógyulást. Egyetlen tippet mondjak még a konkrét kérdésre, hogy hogyan tudod megállapítani, hogy egy oldal az megbízható-e, vagy sem. Ez egy 90%-ban működő dolog, nézd meg a hirdetéseket. Ha olyan cégek és termékek hirdetését látod, amit egyébként te megvennél, olyan, nem tudom én, telefonmárka, autó, bolt, ahová te bemennél, amit megvásárolnál, akkor feltételezheted, hogy itt a tartalom is okés lesz. Ha olyan hirdetéseket látsz, hogy 3 nap alatt megtanítunk 4 nyelven folyékonyan beszélni, hogy 2 nap alatt visszanő a kihullott hajt, hogy olyan hirdetéseket látsz, amiről ordít, hogy kamu, márpedig ezekről a hirdetésekről elég hangosan hallottam, akkor azt se hidd el, amit mellette tartalomként próbálnak eladni, mert valószínűleg kb. Ugyanúgy lesz. Ez nagyon érdekes, amit mondtál a végén, hogy azért eddig a klasszikus megközelítés mindig az volt, hogy a tartalomhoz varják a reklámot, de most te pont megfordítottad ezt a folyamatot. De érdekes, csak egy fordított logika. Nyilván rengeteg minden kérdés lehetne még, de szerintem sok mindenről viszont beszéltünk is, és ez nagyon jó volt és izgalmas. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, önöknek, hogy itt voltatok és beszélgettünk, és önöknek pedig a figyelmet.